Mindenhonnan azt halljuk, hogy a mozgás mennyi előnnyel jár. De vajon akkor miért olyan nehéz mégis rávenni magunkat? Miért nehezebb rászokni a sportolásra, mint a nassolásra? Mennyi ideig kell kitartani, amíg ki tudunk alakítani egy új szokást? Nap mint nap meghozott döntéseink, többségükben megfontoltnak tűnnek, pedig sok közülük egyáltalán nem az. Csupán rögzült automatizmusok eredményei. Mindennapi tevékenységeink több mint 40%-a nem tényleges döntéseken, hanem szokásokon alapul. Itt a vendégeimmel a legtöbbször konzultálunk arról, hogy miért nem jöttek vagy jöttek, hogyan sikerült rávenni magukat, hogy eljöjjenek, és mesélik, hogy zuhogott az eső, alig bírtak kikelni az ágyból, és már majdnem nem jöttek, és milyen jó, hogy eljöttek végül, és azért, mert hogy emlékeznek rá, hogy amikor úgy döntöttek, hogy nem jönnek el, az milyen rossz döntés volt. És amikor úgy döntöttek, hogy eljönnek, azt még soha, de soha nem bánták meg. Tehát olyan még itt, amióta itt vagyunk 13 éven, nem volt, hogy valaki azt mondja, hogy ú, de rosszul döntöttem, kár, hogy eljöttem. Inkább maradtam volna otthon aludni. Tehát az, ha úgy döntünk, hogy eljövünk, az 100%-osan jó döntés, már pedig kevés dologról mondhatjuk ezt el, igaz, hogy 100%-osan jó döntés. Legyen az jó vagy rossz szokás, amint egy automatikus cselekvési folyamat beindul, a szürke állományunk megpihenhet. Hiszen a rutin műveleteket szinte gondolkodás nélkül képesek vagyunk végrehajtani. Ennek az energiamegtakarítási ösztönnek köszönhetően törekszik az agyunk arra, hogy a lehető legtöbb gyakori feladatunkat szokássá alakítsa. Igen ám, csak hogy hátránya is van a dolognak. Ha egy szokáshurok kialakul, akkor a tudatos döntésnek kevesebb esélye van, legalábbis egy darabig. Amikor eldöntjük, hogy eljövünk tornázni vagy nem, vagy bármilyen új szokásnál, a régi sémát követjük, vagy megpróbáljuk az új sémát követni, na az egy tényleg nehéz pillanat. Főleg addig, amíg szokássá nem válik valami, a szokás mi automatizált cselekedet. Tehát amikor már a tudatot tehermentesítjük, és jön magától a dolog. Na most itt több dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy rossz szokásokat nagyon könnyű felvenni, ugyanis az rövid távon nagyon kellemes, és azonnali kielégülést és jó érzést okoz. Hosszú távon, most kifejezetten tényleg a rossz, káros szokásokról beszélek, hosszú távon viszont rombolja az életünket, az egészségünket, a pszichénket, az életminőségünket. Na most az egészséges jó szokások, azok pedig rövid távon, akkor, amikor föl kell kelni esőben, hullafáradtan vagy munka után, amikor már alig várjuk, hogy hazaérjünk és mindent ledobjunk, még elmenni edzeni, abban a pillanatban az bizony nagy erőfeszítés, és nem annyira kellemes az az ér addig. Viszont utána, tehát ez rövid távon kellemetlen, nehéz, fárasztó az a pillanat, fizikailag, idegileg, mert például esőben eljönni, az fizikailag se kellemes, de hosszú távon viszont építi az életünket. Na most, amikor már többször sikerült a jó, mint a rossz döntés, akkor kezd igazán erősödni, és az pedig elkezd gyengülni. És ez egyszer csak átfordul egy csodálatos folyamata, hogy ez egyre arányaiban egyre erősebb, és ez egyre tompább lesz. És onnan kezdve egyre könnyebb eljönni, csak ezt ki kell bírni. Vendégkörödben mit mondanak, mi a tapasztalat, mennyi ideig tart ez az időszak? Képzeld el, hogy nagyon-nagyon változó. Amit tényleg a szakemberek is mondanak, hogy 4-6-7 minimum kell általában ahhoz, hogy fiziológiai változás is létrejöjjön. 2-3 hónapig 2-3-szor el kell jönni. És akkor érezhető, hogy jobb lesz. Tehát ez is a visszajelzés a vendégek részéről, hogy elkezdik élvezni a mozgást. Tehát ott már nem csak az erőfeszítés van, mert az izomerő, az állóképesség elkezd fejlődni. És azzal az izomzattal már sokkal élvezetesebb, és ez is fontos. Örömteli, élvezetes legyen. De ez sajnos nem rögtön van így.
Van egy olyan jelenség, hogy neuroplaszticitás, ami azt jelenti, hogy a neuronok között új szinapszisok jönnek létre. Tehát a mozgás esetében az agyi neuronok és az izmok között új kapcsolatok jönnek létre, és ahhoz, hogy ezek az új kapcsolatok meg is szilárduljanak, ahhoz kell több hét. És az is fontos, hogy csak akkor szilárdulnak meg, hogyha ez ismételve van. Tehát kell egyfajta rendszeresség, úgy, mint a biciklizés, vagy síeléshez is. És akkor már így begyakorlódnak, és automatikussá válnak ezek a mozdulatok. A szokáshúrok három részből áll. Egy indító gombból, ami bekapcsolja a mechanizmust, egy rutinból, ez maga a berögzült cselekvéssor, és egy jutalomból. A változás néha időbe telik, néha hosszas kísérletezést igényel és kudarcok sora kíséri. De ha egyszer megértjük a saját mozgatórugóinkat, akkor már is hatalmat nyerünk fölöttük. Az első az mindenképpen a motiváció, tehát hogy valamiért elkezdje. Aztán jönnek az endorfinok, tehát azok a boldogsághormonok, amik jó kedvet csinálnak. Tehát például depressziósoknál is megfigyelték azt, hogy ha mozognak, az már önmagában antidepresszáns hatású. Tehát előfordulhat enyhe depresszióban, nem is kell gyógyszer, hanem elég az életmódváltás. Tehát, hogy ez is fontos. Fontos a rendszeresség, ugye, hogy az illető egyénnek fontosak legyenek azok a jutalmak, amiket a mozgás ad. Tehát mondjuk fontos legyen az, hogy jó közérzete legyen, hogy de hát kinek nem az, jó kedve legyen, jó alakja legyen, jó erőnléte legyen. Tehát ezek mind-mind fontosak. Egri Orsolyan nem csupán túl van a kezdeti nehézségeken, hanem mondhatni, mára már mozgásfüggő. Mit szeretsz a mozgásban? A szabadságot, a felszabadultságot, az örömöt, azt, hogy élek, hogy érzem a testemet, hogy a testem működik, és ezt a hihetetlen vidámságot, amit mindez okoz. Igyekszem minden nap eljönni ide egy órára, nincsenek kedvenc óráim, hanem amikor éppen időm van, akkor igyekszem ide átrohanni, itt dolgozom a szomszédban, a Transit kávéházban, úgyhogy nem egy nagy távolság, de annyi klassz hely van egyébként a városban, hogy mindenki szerintem tud a lakóhelyéhez vagy munkahelyéhez legalább 5 perc távolságra találni egy helyet, ahol egy kicsit hódolhat a mozgás örömének. Mi történik akkor, hogyha valamilyen rendkívüli körülmény miatt mégsem tudsz jönni? Milyen érzés az? Nagyon jó kérdés. Pocsékul érzem magam. Pocsékul különösen akkor, hogyha utána másnap sem tudok eljönni, az már nagyon kemény. Tehát a 2 nap a maximum, amit el tudok képzelni annélkül, hogy én ide betérnék. Nagyon sokáig sportoltam, olyan 40 éves koromig, és akkor hát azt hiszem minden nő életében van egy olyan időszak, amikor a család úgy tűnik, hogy fontosabb lesz, és a napi rutin. Úgyhogy én egy olyan 12 évet kihagytam az életemből, amit nem kellett volna. Úgyhogy ide a Gyöngyihez olyan 2,5 éve járok megint rendszeresen. Hát nehéz volt a visszatérés, de én azt gondolom, hogy nagyon megérte mentálisan és fizikálisan. Tehát nem csak sok-sok kilótól szabadultam meg, hanem én azóta sem beteg nem voltam. Meg hát az ember azt gondolom, hogy a testében a női életét frissebben éli 55 évesen. A tudatos döntés után az első lépés, hogy megtaláljuk a korunknak, testalkatunknak, személyiségünknek, éppen aktuális fizikai állapotunknak megfelelő mozgásformát. Ha valami mással próbálkozunk, eleve kudarcra van ítélve a történet. Tehát ehhez türelem kell. Lehet, hogy úszás, lehet, hogy squasholás, lehet, hogy jóga, lehet, hogy csak séta, kocogás,
csoportos foglalkozás, vagy személyi edzés. Tehát tényleg ez az első, hogy mindenfélét kipróbálni, amit szívesen csinálunk, és örömmel. Mert az már is az első olyan tényező, még így sem könnyű, mikor tudjuk, hogy boldogság és öröm, úgy dönteni, hogy most akkor a mozgást választjuk a pihenés helyett. De ha örömöt élünk meg, a személyiségünkkel ez harmonizál, akkor biztos, hogy könnyebb, segíti. Könnyebb elkezdeni sportolni, ha egyértelmű jelhez kötjük a cselekvést. Például elhatározzuk, hogy amint hazaérünk a munkából, csak átöltözünk és már is indulunk. Ha már reggel odarakjuk a futócipőt a bejárati ajtóval szemben, amikor hazaérünk, azonnal meglátjuk, így az egy egyértelmű jellé fog válni. Érdemes világos jutalmat is kitűzni arra az esetre, ha sikerül megvalósítanunk a kívánt cselekvést. Ha elég erős a jel és a jutalom, idővel szokássá válik a cselekvés. Ebben a folyamatban óriási húzóerő lehet még a társaság. Megélni azt, hogy nem egyedül vagy a problémáiddal, a nehézségeiddel, hanem tehát látni, tükröződni a másikban, hogy ő is küzd, neki is nehéz volt, ez óriási erőt ad, és hogy a másik számít rám. És az az együtt eltöltött kis idő, nem csak a fizikai testünkre hat, hanem a lélek megmártózik az együtt lét boldogságában. És az ígéret, hogy a barátnőmmel jövök, óriási húzóerő, megint csak pont ma reggel is volt egy ilyen, hogy az egyik barátnő mondta, hogy jössz, jövök, akkor én is jövök, és szuper. Tehát tehát ha párosan, vagy akár csoportban dolgoznak, vagy összefognak emberek, nagyon-nagyon segít, vagy egy olyan tágabb közösség, mint például itt mi, a Gyöngyben, ahol hasonló szellemiségű és értékrendű emberek találkoznak, és hát az együttlétben megmártóznak. A rendszeresség nagyban megkönnyíti az átállást. Az első pár hónapban érdemes ragaszkodni a kiválasztott 2-3 fix időponthoz, ha esik, ha fúj. Miután már megtaláltam a kellemes mozgást, azt az edzőt, azt a stb., ami nekem nagyon-nagyon jól esik, akkor azt rendszeresen 2-3 hónapig tartani. Na most utána ez kialakul már, hogy hétfő, szerda, pénteken, mint Pavlov reflexe, ja, nekem torna van. A család megszokja, hogy a nagymama hétfőn tornázni megy. Nálunk van ilyen több nagymama is, és rengeteget segítenek az unokákban, vagy a nevelésükben, vagy a családban, mindegy. A lényeg az, hogy amikor torna van, akkor békén hagyják a nagymamát, mert tudják, hogy attól lesz fit, erős, hogy itt van. Ahogy a nap fel kell, ahogy levegőt veszünk, ahogy a szívünk dobban, ahogy a táplálék bemegy és kiürül, ha ez nincs ritmusban, hanem lárpurlár módon, amikor akarok, majd akkor veszek levegőt, meg hát most nincs kedvem, 2 napig nem eszem, 3 napig nem alszom, felborul az összhang. Egyszerűen a rendszeres ismétlés az a harmónia alapja. Aztán ezt nem kell túl mereven egy idő után, tehát nem szabad görcsösen, csak amíg a szokás ki nem alakul. Sokan úgy érezzük, hogy már így is sok a napi feladat. Fáradtak vagyunk, se elég időnk, se elég erőnk nincs a sportoláshoz. Holott a mozgás energiatermelő folyamat. A fáradtság legtöbbször pontosan az életenergia szint lecsökkenése. Tehát nem fizikailag vagyunk legtöbbször ilyenkor fáradtak, hanem mentálisan, idegileg. És ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, erről beszéltem az előbb, úgy dönteni, hogy olyan hullafáradtnak érzem magam, csak lefeküdni van erőm. Holott a mozgás energia termelő folyamat. Sokkal-sokkal több, mérhetően több energiát termel a mozgás, mint a passzivitás. Életenergiáról beszélek most. Tehát egyszerűen lendületet ad, kibírhatóvá válnak a nehézségek. És ezt, ha valaki egyszer szép türelmesen átgondolja és megéli, hogy ja, tulajdonképpen én nem fizikailag voltam fáradt a múltkor este, hanem mentálisan, idegileg, és amikor eljöttem tornázni, úgy feltöltöttem,
Tehát ezt is megtapasztalja, és akkor elkezdi a rossz és jó szokásokat mérlegelni, és megtapasztalja, hogy ja, hát ez energiát adott, akkor ez most már segíteni fog, talán legközelebb, amikor azt érezzük, hogy hullafáradt vagyok, nincs erőm elmenni.